2014. augusztus 28-a és 30-a között került megrendezésre a 8. Dányi falunapok elnevezésű rendezvénysorozat. A 4 nap alatt számos program várta az érdeklődőket. Gódor Miklós dányi természetfotós kiállításának megnyitójára a falu ünnep első napján került sor, még a 2. napa már hagyományosnak mondható, séta a faluért elnevezésű fáklyás menetre gyűltek össze a dányiak, akik a Kálváriától indulva keresztől keresztig imádkoztak településükért, annak élő és már eltávozott lakóiért. Szombaton, augusztus 30-án a Dányi falunapok keretein belül került megrendezésre a 9. kenyér, a kultúra és a bor ünnepe, a Gödöllő környéki regionális turisztikai egyesület és Dány község önkormányzata közös lebonyolításában. A dányi polgármesteri hivatal dísztermében 9 órától megtartott borturisztikai konferencia résztvevőit a község polgármestere Gódor Lajosné köszöntötte. Nagy öröm számunkra, hogy ebben az évben mi rendezhettük meg a 9. kenyér, kultúra és a bor ünnepét Pali felkérésére. Ezt a rendezvényt minden évben más település rendezi. Előttünk rendezte Tóalmás, Veresegyház, az elmúlt évben Nyársapát. Közben megérkezett polgármester úr, nagy szeretettel köszöntjük őt is. És remélem, hogy a nyomdokaikba lépünk, és olyan jó rendezvényt rendezünk, vagy ennél jobbat. A borkonferencia előadóit Perna Pál, a Turisztika Egyesület elnöke mutatta be. Köszöntöm mellettem ülő előadókat. Itt nálam a sorrend nem jól van fölírva, mert azért úgy illik, hogy először dr. Lugosi Andréát köszöntsem. Budapesti Gazdasági Főiskolának a tanszékvezető asszonya, dr. Sándor Dénes. A Budapesti Gazdasági Főiskola docense, és hát ki ne ismerné dr. Gundel János urat. A főiskola volt tanszék vezetője, a híres Gundel dinasztiának a leszármazottja, úgyhogy nem kell sokat erről azt hiszem beszélnünk. Dr. Gundel János egyetemi tanár bor a régi szakácskönyvekben címmel tartott előadást. A Bornemi Szanna szakácskönyve egy alapkönyv a magyar gasztronómia történetében. Sok-sok vita van, hogy ez most a Bornemi Szannáé, vagy fordították németből, vegyesen van meg. Ami nagyon fontos a mi gasztronómiánkban, hogy a török időkben Erdély volt a magyar gasztronómiák, és hát egyáltalán a magyar történelemnek a közepe. És ez a könyv ez nagyjából azt az időt mutatja. Rengeteg recept van benne, iszonyatosan sok. Néhányat itt bemutatom, hogy a sült kappant, és akkor ott például az a megjegyzés, hogy némelyek borral eresztik fel a megtört fokhagymát, avagy ecettel, és úgy töltik a megsült kappanra, úgy csinálják a tábori emberek, kivált a magyarok. Na most egy dolgot mindenképpen hozzá kell tenni, hogy nem tudjuk, hogy ezek a borok igazán milyenek voltak. Mert mindig csak borról és borról van szó, már pedig bor és bor között őrült különbségek tudnak lenni. Bár biztos jó, hogyha liter számítják, mert azért mazohisták nem lehettek, és nem ittak valami rosszat, de ezzel együtt nem igazán tudjuk, hogy milyen volt. És a másik az, hogy nem tudom igazán eldönteni, mert mindig ecetet is tesz hozzá. Tehát olyan túl savanyú borok nem lehettek, mert akkor nem ecettel egészítette volna ki. Dr. Sándor Dénes, a Budapesti Gazdasági Főiskola docense előadásában a bor történetéről is beszélt. A borkészítés eredetéről annyit, hogy több teória van, hogy hol kezdtek el először bort készíteni. Az első, talán a legdominánsabb az, hogy a Kaukázus előterében, mai Belső Ázsia területén 7-8 ezer évvel ezelőtt indítottak először bortermesztést, tehát a szőlőt pontosabban, és utána abból bor készítettek. Illetve van egy másik teória, ez viszonylag nem olyan túl régi, hogy rájöttek, találtak régészek leleteket, tehát szőlőmagokat, szőlőhéjat, stb., ami utal arra, hogy itt bor készült, ez pedig a terület látható, ez Görögország északi része, Macedónia, ez 6200 évvel ezelőttire becsülik a régészek ezeket a leleteket. Aztán van egy olyan teória, hogy miután Kína területén sörkészítés volt már 9000 évvel ezelőtt, hogy valószínűleg akkor ott bort is készítettek. Az ókori lakomákon, gondolok itt az antik görög, illetve római időkre, nagyon magas
illetve ilyen alkoholtartalmú borok voltak, 16-20%-osak. Ezek általában édes borok voltak egyébként, tehát itt utalok vissza megint az előző előadásra, hogy fölmerült a kérdés, hogy nem írták pontosan a receptbe, hogy milyen jellegű bor egy ideig, csak aztán később pontosították. Viszont itt általában hígítva itták, vízzel hígítva ezeket a borokat, mert nagyon tömény bor volt és nagyon magas alkoholtartalmú borok. Sőt, volt olyan, hogy ezeken a lakomákon ott ilyen ültetési sorrendbe bekalkulálták, hogy a fő vendég az kapja a legjobb ételeket, illetve a legjobb borokat. És még ami érdekesség, hogy inkább aztán a borfogyasztás az a lakoma utáni része terelődött. Tehát nem annyira az étkezések között, hanem inkább utána különböző déli gyümölcsökkel, asztalt gyümölcsökkel, friss gyümölcsökkel egyetemben. A Budapesti Gazdasági Egyetem tanszékvezetője dr. Lugasi Andrea a bor egészséges táplálkozásban betöltött szerepéről tartott előadást. Ami összefüggésben van egy picit a gasztronómiával, ugye az, amikor a bort mint italt fogyasztjuk, ugye étvágyjavító, emésztést serkentő és a gyomor, illetve a bélműködést javító hatása is található, megtalálható, tapasztalható, nyilván nem mindegy, hogy vörösborról vagy fehérborról beszélünk, hiszen az összetétele az eltérő lehet, tehát például aki gyomorsabb, hiányos, tehát ugye nem termel elég gyomorsavat a szervezete, általában a nagyobb savtartalmú, száraz, savanykás borok fogyasztását javasoljuk neki, hiszen így a zsíros ételeknek az emészthetősége kedvezőbb, hogyha pedig valakinek nagyon fokozott bélműködése van, akkor a nagyobb csersavtartalmú borok azok, amelyek szóba jöhetnek. Ugye ezt nyilván ismerik a vinum tokajenzé passumot, ugye nem olyan régen még a patikában is lehetett találkozni ezzel az üvegcsével, sőt a korábbi, a 6-os magyar gyógyszerkönyvben gyógyszerként szerepelt ugye maga a termék, ma már azért nem foglalkozunk ilyenekkel. A Magyaródi Hegykösség hegybírója Erdész Ferenc a május 8-án Dányban megtartott egyházi és világi borok versenyének részleteibe avatta be a konferencia résztvevőit. Ez év május 8-án tartottuk meg itt Dányban, az iskolában a borversenyt. Hát ennek, ahogy a GKRT elnök ura említette, azért komoly előzménye volt. És ugye ez a 9. borversenyünk volt, legelőször Gödöllőn, utána Fóton, Pécelen, Mogyoródon, Nagytarsa, Tóalmás, Nyársapát, illetve Veresegyház Nyársapádban került sor. A szervezés elég komoly gondot jelentett, mert ahogy az elnök úr is említette, rengeteg bor verseny volt ebben az évben. Jóformán két hetenként volt országos megmérettetés, és ezért eléggé nehezen lehetett hozzáférni a kollégákhoz. De hát azért végén, ahogy elhangzott, sikerült 173 bort megszerveznünk. A konferencia résztvevői, a település vezetői, a borrendek és a helyi csoportok képviselői a Dányi Fúvós zenekar vezetésével ünnepi szentmisére vonultak a Szent Jakab római katolikus templomban. A borszentelő misét Bár Miklós megyés püspök mutatta be. A szertartáson részt vett Cerván György államtitkár, a térség országgyűlési képviselője. Elérkeztünk a hálaadásnak a napjaihoz, hogy megköszönjük az új kenyeret, megköszönjük a szőlő csodáját.
Az Úristen szín előtt állunk ezzel a hálatelt lélekkel, és keressük az ő szándékát, hogy mit vár tőlünk, hogy az ő szándéka szerint szép legyen az életünk, jövője legyen a mi népünknek. És most álljatok föl valamennyien, hogy az Úristennek az áldását kérjük a borra, amit most ide készítettetek az áldozati asztalra. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, ajándékozó kezeddel áld és szenteld meg ezeket a borokat. Áld meg mindazok munkáját, akik dolgoztak és fáradoztak, hogy ez a nemes ital asztalunkra kerüljön. Áld meg és oltalmazd mindazokat, a benned hívőket, akik ezekből a borokból fogyasztanak. Add, hogy akik ezt megízlelik, azok szent neved segítségül hívására erőt és üdvösséget nyerjenek Krisztus, a mi Urunk által. A Szentmisén koncelebrált dány erdélyi testvértelepülésének Gyergyócsoma falvának plébánosa Ferenc Antal és Mészáros Csaba dány lelkipásztora. Visel szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Miklós püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Nem rékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, mindazokról, akik a testvér kapcsolatokért sokat tesztek, tettek és tesznek. Akik irgalmadba bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. A dányi falunap délutáni programjainak a Széchenyi István általános iskola udvara adott otthont. Dányközség önkormányzata nevébe a 8. falunapoki rendezvényünkön és a 9. kenyérbor és a kultúra ünnepén. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm körünkbe dr. Ber Miklós megyés püspök atyát. És megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm Cervány György államtitkár urat, körzetünk országgyűlési képviselőjét. Mi hívő emberek, keresztény emberek, amikor valami sikert elérünk, nem feledkezünk meg arról, hogy az áldás azonnan felülről jön. Az időjárás, a gyönyörű nyarunk, ami érlelte a szőlőt,
a föld, amely megtermi ezt a csodálatos gyümölcsöt, és ugyanakkor pedig megköszönjük egymás munkáját. Én azt hiszem, hogy amikor kocintunk, akkor abban mindig benne van a hála, a köszönet, meg az a együttérző szeretet, amivel megbecsüljük egymás munkáját. Én emlékszem, amikor májusban itt voltunk, és akkor volt ugye a borverseny, és kóstolgattuk a borokat, ott is mondtunk mind a ketten köszöntőt. Én májusban még arról beszéltem a kenyér kapcsán, hogy biztatóak az idei terméskilátások, úgy néz ki, hogy meg lesz az országnak a mindennapi kenyere. Nos, azóta örömmel mondhatom, hogy ez megtörtént, és valóban megvan az ország mindennapi kenyere a következő egy évre. Több mint 5 millió tonna búza termett az országban, és ebből megvan a kenyér alapanyag, a kenyér minőség is, és még exportálap is képződhet belőle. Tehát a gazdák, a gazdálkodók jól teljesítettek eddig ebben az évben is. Na meg hála jó Istennek is, hogy az időjárás is, hát ha nem is mindig, mert azért a búzával volt a sok csapadék kapcsán egy kis gond a gombabetegségnél, de azért összességében mégiscsak egy jó nyári betakarításunk volt. És hát ami a bort illeti, elárulhatom, itt nem mondta Püspök atya, hogy ő is tagja egy borrendnek, és hát én is tagja vagyok egy borrendnek, és hát magam is szőlőművelő, bortermelő vagyok, tehát igazából tudom értékelni azt, aki ezzel a tevékenységgel foglalkozik. Tudom, hogy ez milyen kemény munka. Az én édesapám az úgy fogalmazott, hogy a szőlő az nem ismeri az egyenes derekat, mert mindig ugye a régi hagyományos művelésnél mindig négy kézláb kellett benne mászkálni, tehát nagyon sok munka van vele. Az idei szőlőtermés, a szőlőbetakarítás előtt vagyunk, még bár az ország egyes részein ez már megkezdődött. Itt sem egyszerű a helyzet, hiszen a nagyon csapadékos időjárás a gombának, gombabetegségeknek nagyon kedvezett, úgyhogy úgy néz ki, hogy a szüretnél a lisztharmat is be akar nagyon segíteni. Én remélem, hogy ez sikerül megakadályozni, és egy nagyon jó és főleg jó minőségű szőlő, illetve borászati év lesz majd a 2014-es. Perna Pál, a Gödöllő környéki Regionális Turisztika Egyesület elnöke saját versét mondta el. Tudjátok-e, hogy a borban mennyi sok huncutság van? Ha iszol egy-két pohárkával, nincsen ebből semmi baj. De ha sokat, az agyadban lesz nagy zsivaj. És ha nem ismersz mértéket, még az is megeshet, hogy az egész falu szégyenére hazafelé eleshetsz. Tehát a bor nemes ital. Tiszteletre kötelez. Aki borlovag, az jól tudja, mert erre esküdtesz. Vallásunk is azt tanítja, hogy a borban Krisztus vére lakozik. Ezért van, hogy a szőlő egész évben Isten ege alatt napozik. Ünnepeljünk tehát örömünk dalával, dalolj nekem augusztus tücsökkel, bogárral, hadd érezzem talpam alatt a hűsítő harmatot, ma éjszaka felejtsünk csordultig bút és bánatot. A 10. kenyér, a kultúra és a bor ünnepét 2015-ben Csömör-Nagyközségben rendezik majd meg. Megtiszteltetés számunkra, hogy Csömör-Nagyközségben rendezhetjük meg ezt a most már nagy hagyományú rendezvényt jövőre, de azt hiszem, hogy nem csak nagy megtiszteltetés, hanem nagy feladat is. Én voltam Nyársapáton is, és most itt Dányban van szerencsém részt venni ezen a kiváló rendezésű eseményen. Azt hiszem, hogy a szervezők nagy feladatot állítottak elénk is, hogy mi is legalább hasonló szinten rendezzük meg ezt a nagy hagyományú eseményt. Én utoljára Dányban tavasszal voltam, kerékpártúra keretében, ebben a szép községben már nem először. Megpróbáljuk ugyanolyan dinamikusan és sportosan megrendezni fiatalosan ezt a rendezvényt jövőre, mint ahogy én magam is érkeztem akkor, és most is ide. Remélem minél többen ellátogatnak majd hozzánk. Köszönöm szépen! Borünnep lévén borlovagavatásra is sor került.
A Cegléd és vidéke Ungvári László borrend borlovaggá avatta a dáni Újfalusi Jánost. Aki borrendünk tagja kíván lenni, az alapos kiválasztás után borrendünk nagymestere és borlova jelenlévő borlovagja előtt próbát kell tennie. A próbatétel abból áll, hogy két kitöltött pohár bor közül fel kell ismerni borrendünk zászlós borát, az illatos cserszegi fűszerest, amelyet minden évben a borrend tagjai által termelt cserszegi fűszeresből választ ki a borrend összes tagja, összes jelenlévő tagja. Minden évben másik bor lehet akár. Mindig a legjobb. Megkérdezem ceremóniamesterünket és kincstárnokunkat, hogy elfogadják a döntést. A jelölt úr elsőre felismerte a zászlósborunkat, a cserszegi fűszerest. A pohár fogásából, illatosából és a kóstolásából úgy ítélem meg, hogy talán nem ez volt életében az első pohárbor, amit felemelt. Önt a Cegléd és vidéke Ungvári László borrend tagjává fogadom, ő felség a bor lovagjává avatom. Az 1997-ben alakult dáni ifjúsági fúvószenekar egy görögországi turnét követően a dáni falunapok színpadán is nagy sikert aratott. A 8. dáni falunapok történéseiről szóló tudósításunk második részét magazinunk következő heti adásában láthatják itt a Régió Plus TV műsorán.